Ebben a videóban úgy fogok bedvarcozni, hogy bármilyen alkalommal, amikor meghalok, a textúra packem kicserélődik. Kezdve egy sima HD packkel, egészen a legfurcsább textúrákig. Az utolsó viszont egy meglepi lesz, szóval nem maradjatok le. Itt is vagyunk az első arénában is, ahogy látjátok, egy full HD sima textúra packet raktam be. Ezzel fogunk játszani egészen addig, ameddig meg nem halunk. Ami remélem, hogy még odébb van, mert még én sem tudom, hogy milyen packekkel fogunk játszani, hogyha meghalok véletlenül. De én azt mondom, hogy támadjuk meg a fehér csapatot, aki úgy látszik, hogy hagyja, hogy kiüssem az ágyát, köszike. Nem mutatott nagyobb ellenállást, szóval könnyűszerrel ki tudtam ütni az ágyát, és itt a csapattársam. Haver, már feltakarítottam itt mindent. Nem kell aggódni, elintéztem őket. Nem kellett nagyon megerőltetnem magam, de sikerült. A következő áldozat szerintem a türkis csapat lesz, akik itt vannak mellettünk a másik oldalt. Ugye én először a szomszédainkat szoktam kinyírni az elején. Itt is van. A fehérek voltak az egyik oldalt, most pedig a türkizeket a másik oldalt kiiktattuk. Vagyis még csak az ágyukat. Jó, ott az egyik. Lepottyant, és itt a másik, akinek menő mavonos fanköpenye volt. Na de én azt mondom, hogy menjünk be középre, most, hogy a szomszédainkat elintéztük. Középen találkoztunk egy narancssal, aki eléggé kemény. Nem kéne, hogy megöljön, mert akkor már is válthatjuk a textúra packet. És ilyenkor egyből váltanom kell. Szóval nincs olyan, hogy jaj, még gyorsan megölöm, mielőtt átváltom. Nem, amit meghaltam, egyből át kell váltani. Még akkor is, hogyha az ágyunkat ütik, vagy épp a meghalás szélén áll a csapat, akkor is muszáj kicserélni ezt a textúra packet. Na de én azt mondom, hogy menjünk a narancsokra. Hoppá, itt van Victoriumból. És a csapatása meg szépen lesétett magától. Ezt a srácot pedig be kéne csapdázni valahogy, csak nem sikerült. Talán most le tudjuk lökni. Jajjaj, és ő is lelökött minket. Hát meghaltam, szóval ideje átcserélni a textúra packet. Íme itt is van a következő textúra pack, ami úristen, de menőn néz ki ez az ég. Wow, ezt nem akarom lecserélni. Köszi, haver, a gyémánt melvértet. Olyan ebben a gyémánt a zöld. Mondjuk az nem olyan menő, de minden más az elképesztően szuper. A csapattársam az nagyon jól játszik, folyamatosan adogatja a cuccokat. Meg az ágyat is ő fette be, szóval nagyon szerencsés vagyok, hogy ilyen jó csapattársam lett. Ja, és itt van egy citromsárga, akik ellen nem akarok harcolni, mert ha jól láttam, ketten vannak. És kettővé egybe könnyedén meg tudnak engem ölni. Jaj, de jönnek ránk. Haver, szedjük össze magunkat, mert ezek ki fognak ütni minket. Ja, és HP-m sincsen nagyon. Ez nagy probléma. Gyorsan elpakolok pár cuccot, hogyha meghalnék. Ne, nem már, pedig szerettem ezt a packet. Sajnos meghaltam, de gyorsan át is kell váltanom a textúra packet. Sajnálom, mert az előző nagyon tetszett, de mondjuk ez sem olyan rossz. Kedves volt ez a Victoriumból, mert nem ölt meg, amíg afkoltam. Jajjaj, de most, hogy elkezdtem mozogni, most már ő is bekeményített. Úgy tűnik, hogy komolyra fordította ő is a szót. Csak az a baj, hogy jobb cucca van, meg neki van egy csapattársa. Nekem meg csak így sima kis gyémánt melvértem van. Ami nem is látszódik szinte, mivel gyémánt a skinem is. De úgy láttam, hogy visszavonult egy kis ideig, és a csapattársa jön helyette. Addig én veszek magamnak egy kis cuccot. Én is szépen felöltöztem. Vettem is magamnak egy vasbaltát fegyverként, és akkor kezdhetjük is a harcot. Itt van a másik narancssárga, aki azt hiszem az elején majdnem megölt. Ő kemény volt, vele vigyázni kell. Mondjuk a Victoriumból se piskót a gyerek, mert azt hiszem, ő is egy nagy szintű játékos. Jajjaj, szépen le tudott ütni a srác, de szerencsére el tudtam futni, és remélem, hogy a Victoriumból nincs otthon. Ja, de otthon van. Szerintem jobb cuccokat gyűjtök, mielőtt nekikezdek a nagy fájtnak. Itt középen gyors felporszívózom az összes gyémántot, és hogyha jobb cuccokat szerzek, akkor nekilendülök a támadásnak. De úgy látom, hogy egyből itt van középen az egyik srác, őt megpróbáljuk megölni, de ha nem sikerül, akkor megpróbálok elfutni. Jajjaj, elfutottam, mert ő állt nyerésre. Szóval most szépen leráztam a srácot. Vagyis remélem. Ja nem, nem ráztam le. Úristen, nem kéne, hogy megöljön. És megölt. Hát ez szép volt, GG. Hát megint meghaltam, szóval ez egy újabb pack cseréhez fog vezetni. Nézzük is, hogy mi lesz a következő. Hoppá, ez egy erős váltás. Ebben a packben nincsen saját ég. Ez csak az alap default. Ó, és ott láttam, hogy jött ránk a citromsárga. A gyapjú az nem nagyon tetszik, mert ez ilyen full fekete. Nem a legelőnyösebb egy blokk, de úgy látom, hogy itt jön ránk a citromsárga. Mavonos fanköpennyel. Ó, jaj, nem szabad, hogy kiüsse az ágyunkat. Ne, és ott van, nincsen befedve, és pont kiütötte. A csapattársam nem fedte be. Mondjuk én se, de én packet váltottam, szóval azért. Hoppá, az milyen blokk lehet ott, amivel ő épít? Nem tudom, de szerintem ez a gyapjú, az biztos. De hogy az mi lehet, amivel ő épít, az fogalmam sincs. Eljöttem a csapattársammal megbosszulni az ágyunkat. Oké, kiütötte a csapattársam az ágyukat, és akkor ketten meg tudjuk ölni. Jaj, hova lett a baltám? Micsoda? De a csapattársa az még él, aki fölött elmentünk. Jól van, lelöktem szépen. Szegény a sziget szélén át neki PvP-zni velem. És ez meg nem túl előnyös. Ez a kardom úgy tökre tetszik, bár a célkeresztet nem bírom annyira. Mehetünk is be középre támadni. Ó, és ahogy látom, a gyémánt az
fekete, nem tudom, hogy miért fekete. Ez se jön be annyira, de mondjuk ezt be kell vallani, hogy eléggé menő a fekete gyémánt. Remélem, hogy a gyémánt szett az már nem lesz fekete, mert az úgy elég furcsa lenne. És de a gyémánt szett is fekete. Hú, mondjuk nem is olyan rossz, elég jól áll. Most pedig, hogy ilyen jól felfegyverkeztünk, mehetünk is támadni. Megostromoljuk a többi csapatot, de ahogy nézem, már csak a piros csapatnak van ágya, akik erre vannak, és jaj, itt épít mögöttem. Nem kéne, hogy lelökjön, mert akkor elveszítjük a játékot. Itt is a csapattársam, hogy vigyázz. Köszi, hogy figyelmeztettél, de hallom én is amúgy. Ez a kaktusz nevű srác pedig lesétált magától. Jó van, ide jöttünk, és akkor mindent vagy semmit megpróbáljuk őket elintézni. Csapattársam, ne hagyd, hogy lelökjenek. Jó van, én addig kiütöm az ágyukat, és akkor gyorsan megöljük ketten ezt a srácot. Jaj, ne, megölte a csapattársamat. Az hogy lehet? Lehet, nem volt túl sok HP-ja neki. Nem baj, a lényeg, hogy meghalt, és már csak egy darab türkis srác maradt életben. Megyek is a türkis csapatra, mert valószínűleg ott lesz a türkis. Igen, ott sétál. Ó, oda akar csalni engem hátra. Jó van, haver, belemegyek a kis trükködbe. Ja, felépített. Akkor nem is ide akar csalni, csak ide jött. Ó, és lelöktem szegényt. Úgy tűnik, hogy ebben a menetben egyszer se haltunk meg. Ebben a körben már le kéne cserélni a textúrát, mert egy kicsit kezdem unni. De ez nem csak rajtam múlik, hanem másokon is, hogy mekkora sikerrel tudnak megölni. Szerintem ezt az ágyat mondhatjuk, hogy ki is ütöttem, mert nem tudnak átjönni ide. Jó, a narancsoknak ki van ütve az ágya, már csak meg kell őket ölni. Az egyikük az itt harcol velem, jó, a másik pedig elfutott. Jaj, nála is van egy kard. Jó van, de leesett vele. Ez a csapat nem volt annyira veszélyes, de vannak a menetben azért más kemény játékosok is. Hazajöttem segíteni a csapattársamnak, mert úgy látom kettő csapat is támad minket. Azt hiszem, hogy itt hátul vannak, meg a tetőn. Ja igen, itt üti a gyerek fent az ágyunkat, vagyis csak próbálja. Jó van, szerintem meg tudjuk ölni. Nem sok HP-ja lehet már. Meghalt, és akkor most mehetünk is felé. Közben a fehéreket elintézte ez a piros, aki... Jújúj, engem is majdnem elintézett. Szerencsére leesett magától. Az a kék meg oda elbújt. Nekem meg egy HP-m van, szóval remélem, hogy nincsen nála semmilyen kard, meg ilyen dolog. Körbe-körbe szaladgálunk, mert másodjára megyünk körbe. Csak nekem van speed effektem, szóval sokkal gyorsabb vagyok nála. Szerencsére így utol is értem. Jaj, de megint itt a piros. Előle el kéne futni, mert nagyon nincsen HP-m egy kemény PvP-hez. Jó van, eljöttem ide, és megpróbálom lelökni ezzel a gumibottal, hogyha erre jön. Micsoda? Meghaltam. Na mindegy, cseréljük is ki gyorsan ezt a szörnyű packet. Na, ez a pack most már sokkal jobban tetszik. Mondjuk az már nem nagyon tetszik, hogy láttam, hogy a piros erre jött. Gyorsan felszerelkeztem, mert az előbb elvesztettem az összes cuccomat. Jó van, a csapattársam megölte, szóval elmúlt a veszély, és mehetünk a többi csapatra támadni. Vagyis már csak a zöldekre, mert már csak a zöld csapat maradt életben. Remélem, hogy ők azért nem fognak megölni, mert nagyon tetszik nekem ez a pack. Különösen a gyapjú, mert az ilyen gyapjút azt nagyon szeretem. Gyorsan felépítek ide a tetőjükre, és akkor innen próbálom meg kiütni őket. Gyorsan veszek egy csákányt, és akkor ennek a segítségével levakondozok. Ide leástam magam, és jól van, sikerült kiütnem az ágyukat. Ja, és az egyik gyémántszettes, akkor az úgy veszélyes lesz, főleg ha kettővé egybe jönnek. Ne, és meghaltam. Pedig annyira szerettem ezt a packet. Na nézzük, váltsuk át ezt is. Na, ez a pack sokkal világosabb, mint az előző. Ó, ez az, de a gyapjú az ugyanolyan ebbe is. Na jó van, akkor nem is bánom, hogy át kellett cserélni. Az itemek nagyon szimpatikusak ebbe a packbe, talán ez az egyik kedvencem az összes közül. Közben visszajöttem ide a zöldre, és ahogy látom, már nincs itt. Az egyikük meghalt, és már csak egy ember maradt. Micsoda? Kiütötte az ágyunkat. Valahogyan nagyon szépen kikerült engem, meg a csapattársamat is. Szépen beólálkodott, lehet, hogy a másik oldalt ment. Ide jöttem az ágyunkhoz, de úgy látszik, hogy bujkál valahol. Ó, itt van hátul. Jajjaj, a gyémántszettes maradt életben, azt nem biztos, hogy egyedül megölöm. Jó van, de a csapattársam segített. Ha nektek is megtetszettek ezek a textúra packek, akkor a leírásban lévő linken le tudjátok őket tölteni. Az a gyerek meg szépen leesett, kiütöttük az ágyukat, és meg is öljük. Talán megkíméltem volna, hogyha mavonos fanköpenye van, de nem az volt neki. A csapattársam elmagyarázta, hogy mi lesz a terv ebben a játékban. Mondom a tervet, figyelj! A terv az, hogy... Nincs terv. Közben ideépítettem a kékekhez, és ez a kaktusz gyerek nagyon ismerősnek tűnik, biztos volt már egy videóba. És le is esett. Ó, és nem is volt ágya, szóval ezt nagyon megszívta. Ó, és megöltük ezt a srácot is. Hullanak itt az emberek. Már csak a sárga csapat él rajtunk kívül. Ez az aréna nagyon gyors volt. Gyors, ide is tojásoztam egyet. Jaj, kiütöttek minket a sárgák. Nem lesz könnyű dolgunk, de azért megpróbálok nyerni. Jó van, a csapatásom kiütötte az ágyukat. Nagyon profi volt, és meg is ölte az egyiket. Ezzel lecsökkentve az ellenfeleink számát egyre, és ha jól látom, ott van bent középen. És semmi cucca sincs, szóval ide merek jönni, ha a bankbusz az megengedné. Vett magának egy gyémánt nevértet, mert kevésbé bízok a tudásomban, de még mindig követem.
És lepottyantod a... Ezen a textúra packen kívül már csak egy darab van, ami egy meglepetés lesz a videó végén, azt még nem árulom el, hogy melyik. Na de itt vagyok egy csapatnál, és gyors súnyiba kiütöttem az ágyukat, és megpróbáljuk őt megölni. Jó van, lelöktük szépen. Bocsika haver, hogy lelöktelek, de hát odaálltál a sziget szélére. Jó van, itt a csapattársa, szépen őt is megöltük. Nagyon király, akkor mehetünk is a lilákra. Vagyis nem a lilákra, mert csak egy lila van, szóval erre az egy lilára jövök. Gyorsan felmegyek, amíg nem figyel, és akkor gyors kiütöm az ágyát. Jó, és akkor megpróbáljuk őt is lelökni, ha már ide jött a sziget szélére. Ez a menet nagyon tetszik, nem nagyon haltunk még meg. Gyorsan bejöttem ide középre, szedek pár gyémántocskát, közben kajálunk egy kis almát, mert azért az finom. Hoppá, az a gyerek meg ott leesett, ha jól láttam. Jó, mi vagyunk a narancssárgák, még nekünk van ágyunk, a citromsárgáknak és a pirosaknak. És a piros csapat az úgy látom, hogy itt van, de gyorsan elrakom a gyémántot. Nincsen túl jó szettjük. Úristen, te meg tudod ölni! Micsoda! Most, hogy meghaltunk, át is váltok az utolsó textúra packre, ami lehet, hogy egy kicsit ismerős lesz nektek. Íme itt is volna az utolsó textúra pack, ami ugye a 3000 feliratkozós textúra packem, csak ugye ez a textúra pack 1.16-os volt, és az 1.18-as verzióban nem volt túl jó. Átalakítottam, és ez lett az 5000 feliratkozós textúra packem, ami 1.18-ba is jó. Közben kiütötték az ágyunkat, és már csak a sárga csapatnak maradt ágya, de még kettő piros is él. Gyorsan idejövök, megpróbálok feltojásozni, és akkor megpróbáljuk kiütni az ágyukat. Hoppá, ott egy TNT haver. Mit szólsz ahhoz, hogy leraktam? Jó van, nem lökött le szerencsére. Ó, jaj, obszidián! Jó van, akkor visszavonulunk. Veszünk szépen majd egy gyémántcsákányt, és reméljük, hogy nem találkozunk itt bent középen a pirosakkal. Akik, ha jól látom, igen, elég szép szedben vannak, meg szépen be vannak encsántolva. Gyorsan vesz...